A koronavírus járvány komoly kihívás elé állítja a világ országait, és jó eséllyel a vírus miatti rendkívüli helyzet megszűnése után is nagy változások állnak majd be társadalmi szinten. A helyzetet Forgács József, szociálpszichológussal elemezzük. A magyar származású ausztrál akadémikussal, akit Sydneyben kapcsolunk, ahol most reggel 6 van, úgyhogy jó reggelt kívánok önnek. Jó reggelt kívánok, és jó estét nektek! Köszönöm, hogy ilyen korán keltél a kedvünkért, akkor tegeződünk, és köszönöm. Az a helyzet, ami az egész világon kialakulni látszik, ez nem magyar specialitás, és szemmel láthatólag számtalan társadalmat megrendít az olasztól, a svájciig, az osztráktól, a spanyolig, és ezt hosszan lehet sorolni, most az Egyesült Államok a soros a jelek szerint. Megváltoznak ezek a társadalmak? Megváltozunk mi egyenként, egyénként ezekben a társadalmakban? Másképp fogunk magunkra és a környezetünkre gondolni, vajon a vírus után? Szerintem ez egy soha nem látott krízis, tehát az életünkben ilyen még nem fordult elő, hogy a mindennapi valóság egyszerűen megszűnik. Én úgy gondolom, hogy ennek lesznek hosszú távú tudati és lélektani következményei, de persze egyelőre csak spekulálni tudunk, hogy ezek miből fognak állni. Ugye két lehetőség van. Az egyik az, hogy a liberális, demokratikus piacgazdasági társadalmakban talán az emberek rá fognak jönni, hogy milyen hihetetlenül jó életük volt, mielőtt mindez bekövetkezett. Tehát egy viszonylag békés, gazdag, toleráns, jól ellátott társadalomban éltek, és elképzelhető egy olyan reakció, hogy a vírus lezajlása után az emberek talán jobban megbecsülik, nagyobb önbizalommal fordulnak a társadalmaik felé. De van ugye egy másik lehetőség, ami sokkal negatívabb, hogy az utóbbi időben az egyébként is megrendült bizalom a vezetők, az elitek és a választók között talán még jobban meg fog rendülni, még inkább le fog gyengülni, és akkor meggyorsul az a folyamat, ami ugye nyugaton a populizmus térnyerésében nyilvánult meg a politikai rendszer krízisében. Ugye itt most ezügyben két különböző irány látszik. Az egyik az az, hogy elég rosszul kezelték számtalan helyen a kormányok, a politikai elit a járvány megjelenését. Másrészt, hogy a társadalmak viszont nagyon nagy vágyal fordulnak feléjük, hogy oldják meg ezt a problémát, hogy mentsék meg őket, mentsék meg a családjukat, a társadalmukat, a jólétüket, ha úgy tetszik. Ha ez nem sikerül, és hát nyilvánvalóan ennek nagyon komoly áldozathozatal lesz a vége minden társadalom, az vajon visszaüt erre a politikai elitre? Tehát az is várható, hogy lecserélődnek ezek az elitek különböző országok élén? Ez nagyon könnyen elképzelhető, de ami nagyon érdekes itt ugyancsak, hogy az emberek egyértelműen a jóléti társadalmakban a vezetőktől várják a problémák megoldását. És ez azért egy elég forradalmi változás az emberi történelem korai évszázadaival szemben, amikor nem volt jóléti állam, amikor nem lehetett az államra nézni, hogy ugye felfogja és jobbá tegye a beütő kríziseket. És nagyon érdekes egyébként itt Ausztráliában is, hogy nagyon sok ember nem készül fel egy ilyen lehetőséggel. Tehát nincsenek igazán tartalékaik, nem próbálnak arra gondolni, hogy a jövedelmük az nem fog egész biztosan minden héten beérkezni a számlájukra, és amikor egy ilyen dráma bekövetkezik, akkor egyértelműen a kormányra, az államra néznek, hogy segítse ki őket. Ez egy elfogadott viselkedési norma, de tulajdonképpen az emberi történelemben ez egy egyedülálló helyzet, mert ilyen soha nem volt. Az emberek mindig magukról kellett, hogy gondoskodjanak a múltban. Megváltozik a magatartásunk, mert megváltoznak az életkörülményeink. Egy csomó ember nem indul el reggel dolgozni, miközben az élete szerves része volt az időbeosztása, ami szerint minden reggel elindulunk, dolgozunk, hazamegyünk, előtte bevásárolunk, a gyerekkel foglalkozunk, aztán lefektetjük, és megyünk mi is az ágyba. Egészen másképp alakul az az élet, ami nem erről szól. És ez társadalmi méretekben egészen komoly változásokat idézhet elő, gondolom én. Hogy látott te? Én szerintem ez lélektanilag is egy hatalmas kihívás, mert ha elgondoljuk, a mindennapi élet az főleg az ilyen automatikus rutinoknak az ismétlődő lejátszásából áll. Tehát nem kell külön gondolkozni azon, hogy reggel mit csinálunk, délután mit csinálunk, meg volt a beosztott életünk, és most ez mind eltűnik. És ennek egy hihetetlenül stresszes, szorongó hatást válthat ki az emberekbe, hogy a normálisan biztosra vett mindennapi élet egyszer csak megszűnik. És hát erre lehet különféle módon reagálni, amit ugye nagyon sokan javasolnak, pszichológusok, hogy amilyen gyorsan csak lehet, alternatív rutinokat kell
a tervbe venni és végrehajtani. Tehát ha nem tudok kimenni, ha nem tudok munkába menni, akkor viszont próbáljak a napomra olyan beosztásokat tervezni tudatosan, ami felosztja ezt a viszonylag hosszú időt, és helyettesíti a megszűnt rutinokat újabb alternatív rutinokkal. Az, hogy egyes országokban mennyire másképp kezelik a járványt, mennyire máshogy reagáltak a veszélyre, mennyire másképp reagálnak arra, amikor tragikussá fordul a dolog. Azért arra most már látunk példákat. Látjuk a kínait, az olaszt, a spanyolt, látjuk a svájciakat, az osztrákokat, az Egyesült Államok hozzáállását. Mennyire lehet a társadalom felkészültségét, a társadalom állapotát, vagy a társadalom működésének mikéntjét ebből leírni? Én szerintem vannak nagyon erős hasonlóságok, ugye minden, mint az izoláció és a kapcsolati távolságtartás, ez egy közös pont. Másrészt viszont, ahogy ezt megvalósítják, ez nagyon különböző lehet. Például az, hogy Magyarországon paszományos katonai emberek állnak a háttérben, az nekem nagyon szokatlan. Más országokban, például Ausztráliában az orvosok és a szakértők viszik a kommunikációt elsősorban. És ez azért fontos, mert a társadalmi bizalomra, végül is a társadalmi bizalom az, ami lehetővé teszi, hogy a kormány képes legyen effektíven megbirkózni ezzel a kihívással. Ezzel az azt emberek is mondod, hogy a vezetőkben. Ezzel, ne haragudj, ezzel azt is mondod, hogy Magyarországon az erőben bízunk inkább vélhetőleg és kevésbé a szaktudásban? Hát van egy ilyen benyomás, ha ugye én követem a magyarországi eseményeket, és nekem az a benyomásom, hogy például katonáknak, rendőröknek itt nincs egyelőre igazán komoly szerepük. Itt a kommunikációnak van szerepe, a szakértelemnek, a meggyőzésnek, és végül is az emberek jó indulatát és kooperációs készségét kell kiváltani ezekkel a kommunikációkkal. Ez nem egy katonai helyzet még. Ugye Ausztráliában is nagyon hasonló. Bocsánat, akartál valamit mondani? Nem, mondjad. Jó, Ausztráliában is nagyon hasonlók a megkötöttségek, de ezt inkább meggyőzés, inkább mint kényszer alapján próbálják megvalósítani. Én azt akartam csak megkérdezni, közbevetni, ha úgy tetszik, hogy vajon a kormány a politika társadalom ismeretéről vagy vágyáról állít ki bizonyítványt az, hogy ma katonákat látunk leginkább a sajtótájékoztatókon megszólalni az egy tiszti főorvos mellett. Tehát ennyire ismer minket a kormány, vagy ennyire ezt szeretné súlykolni belénk, hogy ebben kell bízni, és így kell bízni? Hát szerintem ez egy szimbiózis, ugye a kormány az egy viszonylag diktatórikus, erőből politizáló, belpolitikai ellentéteket kihasználó kormány, az elmúlt 10 éve erről szólt, és a társadalomnak van egy jelentős része, amely úgy látszik ezt is várja, de nem mindenki. Tehát én a problémát inkább abban látom, hogy ez az autokratikus hozzáállás, ez van, akinek lehet, hogy tetszik, de nem mindenkinek, és potenciálisan egy megosztó hozzáállás lehet, mert ebben a helyzetben az kéne, hogy a kormány képes legyen mindenkit megszólítani, nem csak azt a 25-30%-át a választóknak, akik miatt kétharmados parlamenti többsége van. Tehát itt mindenki kormányának kéne lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, nem csak azoknak, akik a mi oldalunkon állnak. Forgács József professzor, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és akkor szép napot neked ott Sydneyben. Köszönöm szépen, jó estét! És köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, holnap Simon András számít majd az önök figyelmére, most viszont jön mindjárt a híradó, úgyhogy tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra, jó estét kívánok!